$41 million for this. At $42 million now. Ez itt Vincent van Gogh Táj viharos ég alatt című festményének reprodukciója. Az eredeti nemrég 54 millió dollárért kelt el a Sotheby's aukciós ház árverésén. Kevesen tudják, hogy magyar tulajdonosa is volt korábban. Nemes Marcell 1918-ban ma már nevetségesnek tűnő 7200 frankos áron adott túl rajta Párizsban. Ma egyetlen Van Gogh festmény sincs magyar múzeumokban. A 20. század egyik legnagyobb kultúrtörténeti baklövése, hogy még jó néhány értékes alkotás, köztük Cézanne, Gauguin, Courbet képei eltűntek Magyarországról. Derül ki Molnár Péter művészettörténész Aranykorok romjain című könyvéből, amely a Kieselbach Galéria 20. születésnapjára jelent meg, és amelyhez a galériában különleges tárlat is kapcsolódik.